keeping it real, you know what I'm saying? Boom. Üdvözlök mindenkit! Hát most ahogy elindulunk, megvárom a homályosítást, meg legalább a GTA logót, hogy lássuk, hogy mi történik körülöttem. Mert megtaláltam a Grand Theft Auto egyetlen egy rejtett bugját, ami nem bug, hanem egy fejlesztői hiba. Szóval ez nem bug. Itt véletlenül kimaradt a víz. Tehát, hogy itt nem ér be odáig a víz, ahova be kéne. Úgyhogy itt egy ilyen kis háromszögbe itt nincs víz. Viszont ha odébb megyek, akkor meg már van, szóval... ilyen kis érdekesség. Éppen errefele úszkáltam, előttük van toronyban. Akkor jó. A kijelölt pontra kellene mennem, csak közben a terepjáró az ugye, hát alapból szar volt már, mikor nálam volt. Már, mert hogy nálam volt, szóval tehát hogy így mindegy. Hú, de szép volt, madarak felszálltak, meg minden. És, meg még egyszer. És... ezért kénytelen voltam elkezdeni úszni, és hát az úszással nem sokáig jutottam. De azért is választottam ezt a módját a helyszín megközelítéséhez, mert valószínűleg úszni kell lesz. Úgyhogy... így a vízpart közeléből kellene megközelíteni, hogy a közelítéskor ne közeledjünk rossz közelítésből a közelítendő célponthoz, és még valamit akartam, ami még közelítős lesz, de már az nem lett közelítős. Úgyhogy megközelítőleg megközelítjük a helyet. Egy pár percen belül. Azt hiszem nincs olyan messze egyébként. Egyébként nem futnám végig azt a kibaszott helyet. Na. Mondjuk hegyen felfelé én se bírok futni, lefele se, mert általában akkor már nem futásnak nevezném azt a dolgot, amit én művelnék, hanem ilyen zuhanórepülésnek, vagy nem tudom. Szóval ezt a helyet már ismerjük, néha. Valami mindenféle lószar, és emiattek bent van még valami. Szerintem úgyis bent lesz. Éjszak a közepén. Szóval felülünk egy ilyen Sea Shark nevű cuccra. És gondolom eme oldalt lesz. Kussolj! Ott volt a levél, azt megtaláltuk. Itt megint nem hallok hangokat, mármint hogy... azt a kurva anyját? Hogy világított lenn? De valószínűleg oda ússzám, ahova én mondom. Na, ez is megvan. Ez varázslatos. Ez tényleg varázslatos. Elmondom miért, mert akkor 26-ost is kiúszhatjuk a listáról. Egyre kevesebb van egyébként. Folyamatosan minden résszel egyre csökken. Csak az a gond, hogy ha elbaszom a részeket, akkor tényleg csak egyel csökken. És itt meg felugrunk ide, mert hogy ez elméletileg gyorsabb lesz. És éjszaka van. Ami most egyébként érdekes, mert eddig nem olyan volt. Akkor most megyünk tovább megint egy olyan helyre, amit vízzel tudunk megközelíteni, legalábbis. Valamilyen szinten a vízparthoz van közel. Új, ebben van lámpa. Mi az Istennek? Mint hogyha érne bármit is. Igen, motorcsónak az egy kicsit gyorsabb. Vagy hát hogy mondjam, olyan eredményesebbnek tűnik.
az ilyen nagyobb hullámok ellen is. Ne izgulj, elmegyünk. Szépen. Szóval itt van rádió. Van rádió, csak azért kapcsoltam ki, mert hogy nem hallom a szíjságtól, és egyébként sem hallottam, mert a víz alatt van, és akkor nem lehet hallani, hogy rohadna meg. Úgyhogy erre majd még valami cuccot ki kell ezt találni, hogy közelítsen meg azokat akkor. Ez jó zene egyébként, ami most is megy. Ezeket imádom. Ami viszont nem jó, hogy még mindig nyár van, kb. Talán. Franc se tudja már, hogy mi van. És rohadás van megfele. Nem tudom, nekem kurva melegem van. Mindegy, én rohadok megfele, ez a lényeg. Jó lenne már egy kis hűvös. Az a baj, hogy ugye maga az a probléma, hogy én most fölveszem a videót. Mi az a piros pontot? Hát te ki vagy? Nem, nincs ki. Úgyhogy maga az, hogy fölveszem a videót, az tök jó, csak nem tudok közben szellőztetni meg ilyesmi. Szóval erre felé kellett jönni. Hó, állj már le! Na már most, lehet, hogy ezt viszont már összeszedtem. Lófaszt. Itt van ez a kis villogó köcsög. De nem értem, mert én itt már jártam többször. És csak most jelenik meg? Vagy mi az Isten? Na, ezt nem értem. 45-ös megvan, szóval a 45-öst kihúzhatom a listáról, amit persze pont nem látok. Hoppá. Hát ez brilliáns. Belekattintottam, hogy a 45-öst kitöröljem. És nem azt töröltem ki szerintem. Szuper. Na mindegy. Ne akarjam átkapcsolni kameraállást. Hello. Na, itt nincs kocsi. Nincs kocsi, mert miért lenne? Egyébként tudod, mit láttam ott? Azt. Nagyon jó. Itt most nem föl, hanem lemegyünk. Azaz pontosabban fölmegyünk, hogy lejöjjünk. Reméletleg van itt a környéken egy kocsi. Valamelyik háznál, csak ciripelés. Cirip. Na, azt mondja, kurvára nincs kocsi. Ezek a faszopók meg itt vannak ki. És melyik ők? Melyik ők hívta a rendőrséget? Elmondanád nekem? Az egyiket épp agyon lőttem, amikor mondta, hogy hívom a rendőrséget. A másik ójuk épp a földön feltrengett, mert lelőttem a picsával. Szóval én kérek elnézést, de valahogy nem értek egyet a dologgal. Na mindegy. Az a vicces, hogy már most jönnek. Szóval a rohadás bassza keresztbe őket. Ó, de hát úgyse találnak meg, mert balfaszok. És figyelj, megállnak az utcán, hogy szóval ott fognak nekem vinyogni a kurva anyját. Mondjuk jöttek kocsival, szóval tök jó. Na, azt mondja közben, nézzük ki a következő célpontunkat, ami, hát, hogy mondjam, elég szar helyen van. Hát kb. Itt van valahol elrejtve. Nem tudom, hogy egyébként most ez mitől nem volt eddig itt, vagy mitől van itt. Ott van valami jármű. Ezek szerint egy kocsi volt ott. A tipikus játék logika. Van egy út, akkor oda baszni kell egy kocsit. Még hogyha az út vége egy kurva zsákutca, akkor is.
Világos, mert egyébként... Egyébként a játékos azt hiszi, hogy túl üres a hely. És figyelj, meglát, figyelj, csak meglát. Úgy, hú, ott fut lenne a kis geci. Két... Bunkó, senki házi, semmi. Most kilátott meg az ég bassza telibe. És jön egy olyan kocsi, ami nagyobb területet fed le. Miért? Ja, nem az volt a kocsi. Szóval... Két világmegvető, senki bazd meg a világ végén, és akkor bazeg jön nekik négy rendőrautó, érted? Mert ha egy kijön érte, oké, rendben. De hogy négy... Mi az anyámnak annyi? Ott van valami egyébként? Nincs semmi benne. What? Bazd meg. Ha rég szereztem volna egy autót, ha ezek nem lennének itt. Mit? Mi? Hagyd, adjuk már! Most már a faszom ki van, kimegyek bazeg a utcára, az... Mit lősz? Akkor jövök én is, bazd meg! De bazeg már négyen vannak. Anyádra lőjél, te hülye nyomorult köcsög buzi. De bazeg, nem csináltam semmit, nem is öltem meg senkit még, csak azt a két kurvát, és bazeg, már három csillagos körözésem van, jön rám a helikopter, vágod? Semmit nem csináltam. Fél órája csak futok, bazd meg, és észrevesz, bazd meg, az út tetejéről. Na takarodj, szóval, most ki a kurva anyám vett észre? Most biztos a helikopter, mert nyomorultak. Nem, mert azok már ilyenkor már lőnének rám, hogyha észrevettek volna. Na úgyhogy ezt utálom ebbe a játékba, ezt a rendőröket, szóval ez így nem fair. Mert én értem, hogy a rendőr 3 másodperc alatt kinyír, oké. Okay. De akkor legyen fair, bazd meg, hogy mit lát, meg mit nem. Meg hogy mikor, mennyi jön. Bazd meg, egy két emberhez de jöjjön már ki azonnal négy kocsi, bazd meg, mert huha, meghalt a két emberke, valaki legyilkolta őket, két kocsi kijön, bazd meg. Négy, bocsánat. Jó, mert oké, okay, mondjuk egy gyilkossághoz kihívnak négy kocsit, az mondjuk reális olyan szinten, hogy ha az mondjuk egy órán belül kiér, mert a semmi közepén van. De az meg, kihívta ki? Persze, most megint meglátta, adjuk már, menj már a picsába, de tényleg? A másik meg, hogy a semmin, bazd meg. Hát szevasz kutyú. Ő nem erre jön. Mindegy, én oda fogok érni, ez kurva isten, tehát... Na ez most mi az isten volt? Hol látszódom? Mondd már el! Bazd meg, nem. Most meghalok szépen, ahogy azt illik. Nem, ezt nem lehet bírni, bazd meg. Utálom, utálom. Utálom, érted? És akkor futatok a kurva életbe, de úgyis megtalál, mert buzi. Mert egy retkes kis buzi. Úgyhogy le se szarom őket, geci. Megkeresem azt a izét, azt úgy is kinyírnak, ennyi. Van értelme egy szarakod, de nincs. Most meg, hopp! Most fejletlenül nem látjuk! Hopp! Hol a tűn? Faszod! Mi a buzera? Na merre van az a szar? Így találjam meg. Retkes kurva kocsi. Ó, most kiszáll a rendőr, bazd meg, mert én bebújtam rögtön.
Hol van itt ez a szar? Nem volt hangja. Most viszont már elhagytam azt a helyet, ahol kellett volna keresni ezt a szart. Hol kellett volna keresni ezt a szart? Itt, bazd meg, ahol rendőrök vannak, geci, sokan. Kurva, anyádra lőjél, te buzi! Bazd meg, mi a fasz van már megint a játékkal, geci? Uha. Ezt kikapcsoljuk, mert rondán hangzik. Jó van már, buzi, kurva helikopter, hagyjuk már a picsába az egész kibaszott kurva anyját. Nem, de tényleg 15 perce nem csinálok semmit, bazd meg. Persze, mi a fasz csinál? Mi a fasz csinál? Adjuk már. Jó, hát akkor legyél rendőr, hülye köcsög. Meg elmegyek balra. Takarodj a faszomba! Az a baj, hogy én nem minden helyzetbe tudok belőni ebből a kurva kocsiból bárkit. Ők meg folyamatosan belőnek. Szálljatok már le a picsába róla, mert nem igaz, bazd meg! Várjál, van ilyen Lester gecim. És komolyan mondom, már a faszom ki van. Ez a kontakt, ez ahol a faszomba van? Lester, tüntes faszom picsába, tüntesd el ezeket a geciket! Vedd már fel, bazd meg! I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. A kurva anyád! Hát mi az Isten van veled éjszaka kellős közepén, te buzerák? Hol van az a kurva izé, amit meg kell találni? Nincsen sehol, bazd meg! Na most jól elbújtam, úgy elbújtam, beszarsz! Mit lősz? Mit lősz? Mit lősz? Kit lősz? Mit lősz? Hülye gyerek! Annyi eszed van, bazzeg, mint a zokninak. Nem tudom őket lerázni, szóval nem tudok vele mit csinálni. Bazd meg, tudod mit? Hogy a kurva anyjában van az a szar? Hol van? Hol van, bazd meg, vedd elő! Na végre, ezt vártam, kurva életben. Úgyis csak a vergődés megy. Iszok! Iszok, ledob valahol a kurva kórháznál, és kezdjük előről. Oda megyek, bazd meg, szétkúrok mindenkit a picsába. Na, hol van a faszomba már a kurva térkép? Gyönyörű a táj, fasza, 40 kilométerrel arrébb, semmi baj. Mit ír ez a köcsög buzi térkép? Ez sincs faszán megcsinálva. Azt írja, hogy itt van ez a retkes kurva fasz. Pontosan oda tettem a pontot, ahova a kis nyilacskája mutatja. Lehet, hogy ez a baj, mert lehet, hogy a hülye gyerek, amelyik a kurva nyilas gecit csinálta, nem használja ki azt, hogy az egy kurva nyíl. Én meg logikusan kihasználnám. Már a faszom ki van az egésszel. Hát már elegem van belőle. Hova mész? Hova mész még? Hova mész még? Gyönyörű szép egyébként a játék. Most megint az Isten verte fasz senki. Felhívta a rendőrséget. Valószínűleg, mert persze ugye kurvára nem. Észrevették, hogy szerencsétlen csávó meghalt az út szélén. Egy 10 perc után. Hát bazd meg. Ki a kurva anyja látta azt, hogy én most ki a fasz voltam, meg hol, meg minek? Nem baj, van egy fasz a Verdánk utánfutóval, ez már fél siker. Mert az utánfutóban van furik, meg minden, ops. Bocsász. Van benne furik, meg párna, meg rádió, úgyhogy... Minden van, kiflexelem, bazd meg, amit nem, nincs jó helyen, azt is. Nem minden, hogy ilyen helyen szoktak utánfutót húzni. Kivétel, hogyha mondjuk földér mennek ki a terepre. Engedjél át, légy szíves! Kiújlott a párna, meg néhány más dolog is. Szerszámos láda még fönn van, az a lényeg. Az az érték, legalább 45 ezer forint volt egy olyan szerszámos láda. Jó, most már nincs meg a szerszámos láda.
utánfutón kezd elszabadulni. De baszódj meg, öcsém, hogy pont itt kell neked is létezned. Ennyi. Érted? Csak annyit kellett mondanom, hogy létezned, és kész, vége. Ez ilyen auto-attached, szóval automatán visszacsatolódott. Na, szóval ugye, nézzük meg, hogy mi az Isten van itt akkor végül. Kutya! Na, szóval én itt bejövök. Elnézést, hogy ilyen sebességgel jövök. Ez a kurva karika mit fed le? Itt lefed bazdmeg egy egész területet. Errefelé mondja, hogy talán erre van. Ez ugye a rádiót a saját zenére, amellett ki tudom szűrni a dolgot. Vannak tehenek. Náluk lennének. Amiad neki köcsög. Azért neki sem mentem rendesen. Hát... Igen, itt van a teheneknél. Jó, szóval a gyerek kurva balfasz, szóval nem a kibaszott nyillal mutatja meg, hogy hol van ez a szar, hanem így beböki bazd meg a karikával. Tehát ez nem normális egy ilyenkor. Szóval gyakorlatilag úgy van, hogy van egy karika, és pontosabban amúgy is szar helyre rakta. Ide tett egy kurva karikát a térképre, meg egy ilyen lefele nyilat, ugye? És ide mutat bazd meg a nyíl. És ugye hol a keresi a paraszt? Itt. Itt, ezen a kurva ponton. Erre itt van ez az izé, mert a karika valahol itt van, ezt a körzetet fedi le, szóval a köcsög. Jó, nem baj, nem idegeskedek rajta, mert már amúgy is fölbasztam magam, úgyhogy teljes mértékben mindegy. Ide föl kell jönni, és bazdmeg a karika az meg valahol itt van, úgyhogy a kurva nagy környéket meg kell vizsgálni. Mitől állt le az meg? Na azt ugye a teheneket hagyjuk békén, nem bántottak ők senkit, sőt inkább jót csináltak nekünk. Na most itt mi az Isten van? Mi az Isten van? Mi az Isten van? Na, megvan a cucc. Most merre mész, hogy mi az Isten van? Most nem öltem meg, de mégis, vagy mi az Isten van? El kell hagyni a helyet, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ez most megvan, vagy nincs. De sikerült neki elkapni a csávónak. Lehet, hogy meg kellett volna ölnem a picsába, vagy én nem tudom. Még mindig ott villog. Hát ezek szerint nincs meg, vagy én nem tudom. Szóval, hogy a játék az most mi a faszt akar, azt nem tudom, hogy most öljen meg, ne öljen meg. Szakadok. Elnézést, majd újraépített köcsög. Jó. Rész bújjá. Teinke. Már most hallom. Itt morog benn. Itt vagy mellette, te baromarcú. Azt nem veszed észre, geci? Hogy valami lófasz van. Eltűnt az utánfutó, mert baromarcúak. Hát ez miért? Jó, na azt mondja. Ettől függetlenül, hogy eltűnt az utánfutó, nem esünk kétségbe. Megvan a 43-as. Lehúzzuk a listáról, bár nem látom a listát, de mindegy. 43-as lehúzás, így van.
Szóval ugye a 43-as az is megvan, akkor menjünk át a 46-osra. De most pont azt csinálnám, hogy bejelölném, csak ugye balfaszkodom. Szóval ugye a 46-os az azt mondja, hogy itt van ez a kis útcafat, és ez az útcafatnak az eme oldalán van valahol. Hát akkor jelöljük úgy be, hogy ő bejelölte, így ide baszott egy kurva karikát, szóval a környékén. Milyen szép kis ültetvénye volt egyébként a csávónak. Nem. Egyetlen élő tehenét azért életben hagyom, jó? A kerítés nem jelent meg elég hamar. Nem tudom, ismeritek-e azt az érzést, amikor ilyen centis vízcsepp gurul le a hátadon. Na kb. Olyan érzés fogott most engem is el. Mert úgy rohadt meleg van. Jaj, nézd már, egy kis van utánfutója. Gyere barátom, kell az utánfutód. Mi az, hogy no? Mi vagy te? Nem én öltem meg, ő ölte meg magát. Kell nekem belőle a furik. Az fontos, tehát megrángatom, most bazd meg. Ott megy a furik, gec. Hát, bazd meg. Figyelj, egy kicsit megrángatom a kormányt. Úgy megy jobbra-balra az a kurva futó, mint az Isten. Gyönyörű szép pillanatok. Ezek, amikor így kirepülnek be ezek egy-egy ütközésnél, az valami hihetetlen durva. És még marad benne valami kapa, vagy nem tudom mi a szar. Na, op, nekem itt már balra kellett volna mennem, csak itt van valami 80 éves tő. Bazd meg, hogy ekkora izi... Na most kiesett a kapa is. Szóval ekkora fának neki menni, mi az Isten csinálok, jobbra, ami balra van, tökéletes. Itt egy kicsit meredek lesz a dolog, de kibírja. Jó, szóval ide is elérkeztünk, soha az életben nem voltunk itt. Elnézést, bocsánat, ez tényleg nem volt egyáltalán szándékos. Véletlen volt. Mi az Isten ez? Űrhajós kutatós köcsögök. Bazd meg, mert popfára sem. Szóval valahol itt van. Nem bírnak magukkal. Aha. Menj már föl rá. Nem tudom, hogy mit rillizel, de itt van a cucc. Szevasz, csajszi! Akkor meneküljél, köcsög. Na, szóval, itt is ezen a színes geci helyen is itt voltunk. Megint eltűnt a utánfutóm, de ráugrok a gyerekre, és az megnyugtat majd. Na, figyelj, bazd meg. Most hátratolatok, és elütöm azt a kurva asztalt. Itt is van furi. Nem tudok hátratolatni, mert nem fordul ennyit ez a szar. Vigyázz, sátras köcsögök! Á, bazeg, megfog a sátor, mi az Isten? Ó, bocsánat a festékért, majd vesztek újat, köcsögök. Na, szóval... Mindjárt innen kiszabadulunk végre. Ú, az vezethető? Ne basz, ez vezethető. Nem, picsába. Jó, azt mondja, nézzük a következő célpontot. Mert hogy van? Retek meleg van. Szóval, itt. Ide van baszva a pont, úgyhogy valahol itt keressük meg. Akkor a hanyagfos térképet én még nem láttam, már komolyan mondom. Mi az Isten van. Egyébként van hozzá szöveg is. Úgyhogy majd megkeresem a többit. Hopp. Várjál, mert közben történtek dolgok, amiket... Bazd meg... Amiket így nem tudtam földolgozni. Szóval ugye a 46-os egyébként megvan, szóval azt is le kell húzni a listáról.
Kuss már! Gyönyörű szép a távoli táj, szóval de le a kalappal. Meg ha nem is, akkor is. Hát barátom vonat, te most megszívtad. Úgy átmentem előtted, szar. Valamiért most nincs annyi FPS-em. Az meg, itt meg vissza is kell menni. Szóval... Nem tudom hova jelezte azt a dolgot, de hogy meg kell másznunk ezt a szart, ez már most biztos. Igen, ez teljes mértékben logikus volt, hogy ahol bejövök, ott ki is megyek. Ez nem mássza meg így. Ó, szálljál ki, mert gyalog, többet érek magammal, mint amúgy. Nincs ebbe semmi? Jó, ez is megvan. Oké, és akkor a 47-es is megvan. Úgyhogy azt is le tudjuk húzni. 47 is megvan, megkeressük a 48-ast. Hogyha az sikerül. De ahhoz viszont elolvasom az útmutatót. Az ott mi a pinna? Az mi? Szóval ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Az. Szóval a point of intercept. Az nem tudom mi a picsa, az a point of intercept, de jó. Ezt mi a fasz? Megmutatná, hogy hol a következő? Most a 47-es szedtem össze. De figyelj már, ennyire köcsög a játék? Hallod? Ha most megmutatja, hogy hol a következő, én befosok. Arra kell menni. Mi ez a point of intercept? Tudnék egy kicsit angolul, bazd meg. Már rég, bazd meg, a világot megváltottam volna. Jó, annyira azért lehet, hogy nem, de... A balfasságom az csökkenne. Mondjuk egy olyan 25-30%-ot. Jó, akkor átmegyek, bazd meg, hát... Jó, lehet inkább csak 15-öt. Na mindegy, szóval... kövek. Nagyon sok kő. Menj már, ússzál már, vagy csináljál már magaddal valamit. Na szóval. Point of intercept. Ebből van több is. Point of interest. Interest. What? Mi az az interest? Hetsz. Hát nézzük meg akkor a point of interestet, amit amúgy nem látsz. Hát... What? Most fogok meghalni. Ússzá, buzi!
Nem jó helyen vagyunk. Milyen interest van, baszki? Semmilyen. De megnézem, mi az, hogy interest. Komolyan mondom. Ez az interest point. Ó, de hülye vagy, marcikám. Azt a retkes kurva. Ez most komoly. Aj, bazd meg! Azt hittem, hogy itt van valami, de nem. Na, mindegy. Rusinkó megmutatta, hogy ilyet is lehet csinálni, csak éppen nem jól. De akkor lehet olyan pointot kirakni, amit nem látsz a rendes térképen, és mégis ott van, szóval, hogy így ilyen jegyezd meg magadnak point, az fasza. Aj, az a baj, hogy ezzel még mindig nincs meg a másik. Azt mondja, mondtam, hogy van szöveges version. Azt mondja, nézzük meg. Azt mondja, ez a... Mennyi volt ez? Hát igen, ezt elbasztam. Jó, 48-as. Azt mondja, a 48-as... Öböl feneke, szóval igazándiból... Ebbe kéne, hogy legyen. Pop, ott van. Csak levegőzni kell, mert különben halál lesz. Milyen messziről villom már. Na, és én ezzel köszönöm szépen a figyelmet. Megvan a 25-dik, a fele megvan. Úgyhogy a következő videóban folytatom tovább a keresést. Hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok a következő részről. És lájkoljátok a videót, ha tetszett, és segítettem ezzel nektek megtalálni ezeket a cuccokat. A következő részben innen folytatom tovább. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!